Összekevertelek a mozgásod, így is volt. Mi csár, puta blessz. Spanom ugyan ez. Spanom mondta spanomnak, hogy minden zurol lesz. Ne idegesíts, simán fel, milyen utca ez. Mi ez a csárügy, köső, mi ez a buzi ez. 200 millió vélem, ami ma sztárok. Azzal kerültem ide, hogy elszívtam a csárom. Kellemes hétfőt kívánok mindenkibe. Wait. No. Mai témánk, amint a címben is látszik, no! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kellemes hétfőket mindenki be! Szóval! The téma is ma today. Kaptam olyan kérdést, meg már többször kaptam olyan kérdést, meg egyébként ez egy releváns és aktuális témának tűnik, mert 2 év alatt, hogy hazajöttünk Spanyolországból, hát a 2 kezemben már most már nem tudom megszámolni, hogy hány olyan ember van a környezetemben, vagy pár adott esetben, aki úgy döntött, hogy most vagy miattam, vagy nélkülem, vagy általam, vagy függetlenül tőlem, hogy hát elköltözik az országból, és elég sokan vannak, akik Spanyolországot veszik célba, ezért mutatom, hogy be is öltöztem nektek spanyolosba, real, hogy tudjam reprezentálni my home city. So, I'm born in Cousins, Barcelona, and I'm living in Barcelona, you know what I mean? Na, tehát arra akarnék itt most ráutalni, meg rátérni, meg egy kisebb fajta információs csomagot átadni azok számára, akik mégiscsak Spanyolországot választanák következő lakhelyük céljául, mert kurvára nem mindegy, hogy hova, és miért, és kinek. Ez már csak biztos. A félreértések elkerülése véget. Első körben, amit tisztáznunk kell, és érdemes, kicsit megértenünk azt a dolgot, hogy Spanyolország ugye hát nem egy részből áll, vannak szigetei, és a többi. És ezért kurva nem mindegy, hogy az ember hol megy. Na, de kezdjük ott az elején, hogy tehát Spanyolországnak vannak szigetei, van ugye a kontinensen, és így tovább. Én első körben kijelenteném, hogy nagyon sok mindenki, aki csak a szigeteken járt, annak hirtelen felindulása szokott lenni az, hogy úristen, de én hogy laknék itt, meg milyen jó lenne, meg hogy. Én a szigeteket mindenkinek első körben már mindenek előtt jelezvén nem javaslom mindenkinek. Szigetet én csak annak javaslok, bármennyire tűnik utopisztikusnak, és mit tudom én, amikor az ember oda megy, és eltölt egy pár napot, akár egy pár hetet, az, amit ő ott kap energiát, az, amit ő kapott megéléseket, azok éppen általában 2 hónap után szoktak teljesen jelentéktelenné válni, amiért gyakorlatilag az ember oda hajlandó költözni, és utána viszont, ami marad, az a klausztrofób érzés, és így tovább a szezonális kiszolgáltatottság munka szempontjából és minden szempontból tekintetbe véve, szerintem nem egy jó opció, kivéve ha. Kivéve, ha eleve az ember úgy megy oda, hogy van pénze, megint rezeg a székem, meg rezeg a lábam, ízés vagyok, tankóros vagyok, előre tisztázzuk,
Jó? Tehát, hogy ez ne zavarjon senkit a videó közben. Tehát ott tartottam, hogy a szigetek egy valakinek javaslom, aki úgy van, hogy mit tudom én, most mondok egy példát, két 60-as, 70-es pár, akik eladják mindenüket Magyarországon, és vesznek ott egy ingatlant, vagy akár kettőt, és az egyiket kiadják, a másikba laknak, és élnek, élik a nyugdíjas életüket szépen boldogan, azoknak ez egy ideális dolog lehet. Vagy konkrétan akár vállalkozást indítani, azzal a céllal oda költözni, csak mondom, ezzel is azért kalkulálni kell bizonyos dolgokat, mert egy szigetet mindig jobban ki fog szolgáltatni a helyzete, azzal ellentétesen, aki mondjuk ugye a kontinensen van. Na, de egy szó mint száz. Vannak előnyök, vannak hátrányok, de én a szigeteket csak akkor javaslom, hogyha valaki tényleg kurvára ráér, van pénze, nem foglalkozik azzal, hogy most ő talál-e munkát, nem talál-e munkát, nem foglalkozik azzal, hogyha nyit egy bizniszt a parton, és az bebukik, akkor utána bebukott, vagy nem bukott. Ilyen embereknek javasolnám a szigetet. Meg amúgy is, hogyha már az ember Spanyolországba megy, akkor 10-20 eurós belföldi jeggyel gyakorlatilag be tudja járni az egész országot repülővel. Akár minden hétvégén el tudtok menni másik szigetre. Tehát, hogy igazából én semmiképpen nem javasolnám első körben, hogy szigetre menjen bárki is. Akkor folytassuk azzal, hogy ha szigetek nem, akkor mi az, ami ideális? Én ezt alapjában véve, Spanyolországot, ugye a szigeteket leszámítva, én úgy osztanám szét, hogy van egyszer Katalónia, tehát ott ez az északi része Spanyolországnak, észak-keleti része Spanyolországnak, tehát a francia határhoz közel. Ez a rész, meg ez a régió, meg vele együtt Barcelona az, amit szerintem gyakorlatilag úgy lehet tekinteni, hogy az a fő csapás, tehát hogy az a fő központ, most hiába Madrid a főváros, ami az ország közepén helyezkedik el, az se egy kis metropolis, ez nem azt jelenti, hogy Madridban nem lehet munkát találni, vagy élni, vagy mit tudom én, ám az lényegesen az ország közepén sokkal másabb a klíma, és sokkal szárazabb a klíma, és sokkal elviselhetetlenebb a meleg. Ez tény, ha más nem is. A másik tény, hogy többnyire az ország közepe, az egy elhagyatott hegy. Gyakorlatilag lehet venni komplett falvakat 100.000 eurókért, meg mit tudom én, az ilyen kalandoroknak sem javaslom, mert olyan helyeken van, ahonnan gyakorlatilag megközelíthetetlen távolságra vannak városok, meg hasonlók. Tehát mondjuk úgy, hogy az országnak a nagy része, a belső része az szinte lakatlan. Tehát a nagyobbik része az országnak, az ugye a partvonalon helyezkedik el. Jó, persze még egyszer mondom, Madrid az a főváros. Madrid kulturális értelemből, gazdasági értelembe véve, minden szempontot tekintetbe véve egy kurva nagy város. Ezt is majd fogom mondani, hogy szerintem kinek éri meg Madridba menni. Bár én még nem voltam Madridban. Na de, egy szó mint száz. Tehát Katalóniánál tartottam, Barcelonánál tartottam. Katalóniába és Barcelonába én gyakorlatilag mindenkinek javaslom a kezdést, tehát az ugródeszkát, az első benyomásost, és a többi, és a többi, és a többi, akkor ha te egy olyan beállítottságú ember vagy, aki alapjában véve mondjuk angol tanult, vagy angolos, mondjuk úgy, tehát makogod valamennyire az angolt, tudsz azonosulni ezzel a nagyvárosi élettel, mint amit mondjuk Budapest is képvisel, vagy London, és így tovább, és így tovább. Tehát egy olvasztó tégelyben te jól érzed magad, feltalálod magad, nem bánod azt, hogyha közben úgy vagy Spanyolországban, vagy félig meddig nem is Spanyolországban vagy, mert több tekintetbe véve ez így van, hogy nem Spanyolország. És viszont Barcelonában azt azért tudatosítani kell, és a környékén, hogy hát értelmeszerűen miután a GDP-nek egy elég nagy része ott termelődik meg, Barcelona az nem csak azt gondolom, hogy Európának az egyik kulturális központja, hanem sok más tekintetbe véve is nagyon sok mindennek a központja, köztük a fűnek is. Úgyhogy
Én azt gondolom, hogy Barcelona éppen elég akkora multikulti olvasztó tégely, hogy az, aki ehhez szokott hozzá, vagy az, akinek van már minimális tapasztalata arról, hogy külföldön dolgozni milyen, vagy megragadni milyen, és nem feltétlenül akar egyelőre még a spanyollal gecizni, ám bár ez elkerülhetetlen, de hogyha ő inkább elsőnek a mindenfajta idegen nyelveire akar hivatkozni, akkor én azt javaslom, hogy Barcelonában érdemes kezdeni, de ezt hozzá kell tenni, ahogyan nálunk is Magyarországon, az agglomerációban és Budapestnek a környékén minden hatványozottan többe kerül. Oké? Okay? Tehát, hogy Barcelonában is egy lakásnak a kivétele, az körülbelül Budapesttel vetekszik. De annál viszont nem drágább, és ez a poén. Viszont értelemszerűen szerintem Spanyolországon belül Barcelona és környékén lehet szinte a legtöbb pénzt is keresni. Mert, na, tehát ez egyértelmű. Úgyhogy Barcelonát én mindenkinek javaslom, és a környékét, aki úgymond úgy akar ugródeszkázni, hogy nem is biztos, hogy az egész életét akarja ott tölteni, de mindenképpen úgymond egy update, egy áthidalás szempontjából egy pár hónapot megragadni, elindulni valamerre, elintézgetni a dolgokat, szerintem a legjobb választás minden szempontból, a legtutibb választás. Minden más ezen kívül csak sokkal rizikósabb, ha. És itt jön a lényeg. Mert mitől függ az, hogy kinek mi a jó hely? Vagy kinek mi lesz az ideális környezet? Hát értelemszerűen attól, hogy milyen képességei vannak, milyen környezet, vagy milyen háttere van, milyen anyagi háttere van, és itt tehát nagyon sok mindentől függ ez én szerintem, mivel Spanyolország alapjában mivel nem egy megélhetési ország, ezt még egyszer elmondom, ide az emberek nyaralni, villogni, flexelni, pénzt elbaszni, befektetni, jönnek, golfozni, értitek? Tehát nem megnézni Budapestet és telehányni, vagy Londont, vagy Párizst, és így tovább, és így tovább, és akkor ebből áll annak az országnak körülbelül a turisztikai GDP-je, hanem Spanyolország a turizmusnak a GDP-je Európába. Értitek? Tehát, hogy ott a spanyolok nem ahhoz vannak hozzászokva, hogy özönlenek hozzájuk a mindenfajta migránsok, meg bevándorlók, csak azért, mert náluk annyira jól lehet keresni, vagy jó az élet színvonal, mondjuk a színvonal az jó, meg az életminőség, csak hogy azt akarom ezzel mondani, hogy még Németország, Belgium, Hollandia, Anglia, az inkább egy olyan cél lehet valakinek, hogy felszedje magát pénzzel, többet félre tudjon tenni, fel tudja magát szívni egyfajta tőkével, hogy aztán utána elinduljon Spanyolországba, hogy ott ugyan lehet, hogy annyit nem fog keresni, viszont annyi pénzt, amennyit keres, és amennyi a hónap végén megmarad, és amennyit azért dolgozni kellett, ennek a matematikának az összegyenleténél a végén, hónap végén jobban fogja magát érezni, mint Németországban, vagy Hollandiában, vagy akárhol máshol. Én legalábbis én ezt így gondolom, vagy így érzem, de ez csak az én szubjektív meglátásom. Jó? De ez most konkrétan ugye arról szól, hogy aki Spanyolországba szeretne jönni, az hova menjen. Tehát folytatnám tovább az egyenletet, tehát észak-kelet Katalóniából, akkor jöjjünk le egyen lejjebb Valencia környékére, Valenciának a tartományi részére, ami gyönyörű, csodálatos, kibaszott jó áru, tehát árértékarányban szerintem kurva jó lehet ott élni, lehet, ha te legalább már alapfokon beszélsz spanyolul. Ha nem beszélsz alapfokon spanyolul, akkor én azt gondolom, hogy mindennek az előnye az ugyanakkor a hátránnyal fog járni az ott léted alatt, mert ott nem lesz jellemző, és ezt nem azt mondom, hogy nincs angol nyelvű ember ott, aki szóba álljon veled, de ott neked, ha nincs egy alapvető spanyol tudásod, ha csak nem azért mész oda, megint csak, hogy 70 évesen házat vegyél és szarsz a világra, és nem érdekel senkit, hogy te beszélsz egy kurva szót is spanyolul, mert megteheted a pénzedből, az erődből azt, hogy úgy éljél, hogy nincs rá szükséged, akkor jó. Más esetben szerintem nem jó, mert a hátrányai az sokkal visszahatóbb, mint az előnyei annak, aki nem beszél spanyolul. És akkor menjünk lejjebb, és én ezt dobom is azt a környéket tovább, mert az, aki meg beszél spanyolul, igazából tök mindegy, hogy hova megy.
hanem ő neki már tényleg az a lényeg, hogy ő hol, neki melyik környezet, régió, flash jön be jobban, olcsóbban, drágábban, stb. Stb. Tehát aki beszél spanyolul, ráadásul legalább egy alapszinten már beszél spanyolul, annak ezen nem kell gondolkozni, amit én most itt makogok. Jó? Általában az embereknek a nagy része nem beszél spanyolul, aki neki áll most ki emigrálni. Azért jött ez a videó? Na, lépjünk tovább. Menjünk még egyen lejjebb, ami ott Benidorm és Alicante környéke, Torrevieja, és ott tovább La Manga, stb. 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 Azt mondják, hogy ott van egy mikroklíma, bár mondjuk a Spanyolországon belül millió egy mikroklímás környezet van, tehát szinte mindenhol más a klíma, de azt mondják, hogy ott télen még enyhébb a tél, és kevésbé szeles, mint mondjuk lent délen, holott a Costa del Solt hívják a napos partnak, és valójában a Costa del Sol az nem a napos part, hanem valójában az a szeles part. Na de mindegy. Egy szó mint száz, hogy Alicanténél tartottunk, Alicante régió, Benidorm a fővárosa, azt hiszem, vagy legalábbis ott az egyik nagyvárosa, tehát azt a régiót kinek, minek javaslom. Mondják ott már sokan, hogy ott sok az angol, sokan beszélnek angolul, és így tovább, és így tovább. Én aminek tartom, mondom még egyszer, lehet velem vitatkozni majd a jövőben hozzászólásokban, igénylem is, de ez csak az én szubjektív megírésem, mondjuk 5-6 év, már lassan 7. éve járkálok spanyolba, de maradjunk mondjuk 5 évnél. Jó? Tehát, hogy 5 éve spanyolországi lakos vagyok, ebből mondom azt, Alicante. Azt mondják, hogy sok az angol. Én azt mondom, hogy Alicante az a partszakasz Spanyolországba, ami a külföldi turisták számára is nem elsősorban hanem inkább a low budget turisták számára a legjobban megfizethető, a legspontánabb, könnyebben, legáltalánosabb érzést tudni adó régiója, partvonala Spanyolországnak. Egyébként árérték arányban élni, venni ott ingatlant kifejezetten szerintem jó áron van. Tehát, hogyha valakinek kevés pénze van, de mondjuk úgy, hogy élhető helyet keres magának olyan helyen, ahol van elég magyar közösség, és van elég angol közösség ahhoz, hogy az ember tudjon érvényesülni, vagy boldogulni mondjuk Barcelonán kívül, ami egy teljesen más világ, akkor szerintem Alicante egy nagyon jó cél lehet, irány lehet. Főleg, hogyha mondjuk netántán van ott egy ismerős, akkor az már megint egy nagyon jó pont, nagyon jó kiinduló alap, el lehet rajta indulni. Na, lépjünk is tovább, nem akarok 10 órás videót. Na most, következő az ugyan ott Almeria tartomány lenne, ahol egyébként nagyon sok ilyen spagetti movie készült, tehát ott van egy sivatagos rész, ahol az ilyen Bud Spencer filmek nagy részét, meg sok indiános filmet is ott vettek föl. És egyébként vannak még ott gyorsasági pályák, és gyakorlatilag amiből az a tartomány áll, és ami a fő szerepe, meg a lényege, most én ezt megint nem akarom becsmérelni, mert biztos, hogy valaki lakik ott is, és gyönyörű partok vannak, egész Spanyolország egy gyönyörű part, de egy szó mint száz, hogy ott van sivatag, ez az egyik, nem is sok minden más, csak sivatag, de hogy ha az ember repül ott fölötte repülővel, akkor azt úgy gyakorlatilag egy 10 percen, fél órán át lehet nézni azt a repülőről, azt az egybefüggő nagy fehérséget, ahol gyakorlatilag Európának a gyümölcse és zöldsége, ami a hipermarketekben landol, mindenhol az ott termelődik meg, a fekete afrikai migránsok által. Lezártam. Tehát, hogy én erről nem is mondanék semmi többet, Almeria tartományról. Én úgy jövök át rajta kocsin, hogy mielőtt belépek a tartományba, full tank, és full gáz. Érted? Így. Így megyek át a szivacson. Én szivacsnak hívom azt a részt. Na, haladjunk is tovább, jó? Következő, Dél-Spanyolország, Andalúzia, ami nekem egy örökre, egy életre bele verte magát a szívembe, és én ott akarok megdögleni. De miért ott akarok megdögleni, és nem ott élni most? Na ez a kérdés. És itt jön elő az, hogy kinek javaslom,
Andalúziát, vagy azt ott azt a dél, tehát a Costa del Sol-t kinek javaslom. Bár mondjuk Andalúzia még Sevilla is, úgyhogy egál. Sőt. Szóval, Andalúziát minden olyan embernek javaslom, aki szintúgy arra van berendezkedve elméletben, hogy hát inkább az angol, mint sem a spanyol, holott egyébként azért Andalúziában attól függ, hogy hova költözik az ember, mert hiába szinte az egész partot az angolok építették föl, és szinte az egész tartományt az angolok már megvették, és most éppen adják el a Brexit miatt. Hát komplett angol falvak, meg minden van ott. Én úgy tudom, hogy ezt az egész partszakaszt ott a Benadamére, a Torremolinos, Mias, Izé, ez meg az, az gyakorlatilag egy tábornoknak a családja durrantotta föl, egy angol. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy talán a legnagyobb angol befolyás az, ha van Spanyolországban, akkor az Andalúziában van. Ez az egyik, a másik. Én eddig Andalúziában tapasztaltam, meg láttam azt az ekte, bár mondjuk mi nem azon a részen raktunk Andalúziába, ahol a magyaroknak a 99,99%-a, hanem én kiköltöztem direkt az autentikus spanyolok közé, a parasztok közé, és én ott tapasztaltam azt az igazi autentikus spanyol flash-t eddig, ami úgy beleégett a lelki világomba, hogy én ott fogok megdöbleni. Pont. De mivel a problémám? Egy. Azzal a problémám, hogy túl van árazva, tehát csak azoknak javaslom, aki belekalkulálja azt, hogyha ingatlant akar vásárolni, vagy költözni akar, vagy valami, hogy ott legalább 20-30-40%-kal többért fogsz kapni valamit, ami árérték arányában szarabb lesz, mint hogyha akár mondjuk Alicante-be vagy Valencia környékén nézelődnél. Szóval én ebben biztos vagyok. Ez 100%. Tehát túl van árazva, ezt úgy kell elképzelni, mint nálunk a Balatont. Oké? Tehát nekik az ott a Balaton. És nem csak nekik, hanem Marbellának is van egyfajta vibe-ja és egyfajta történelme, ez mondjuk már mostanra nem annyira releváns, de minden évben azért egy-két ember, valamikor magyarok is, a vízbe eltűnnek betonnal a lábukon, hogy értitek, miről beszélek. Tehát, hogy én a marbellai környéket sem biznisz szempontjából, sem lakhatás szempontjából, már csak azért is, mert egy burzsúj fos, én senkinek nem javaslom Estepónát, meg már akár csak Miaszt, vagy ez meg az, ezeket a, vagy akár Coint, egy kicsit feljebb menni, azt abszolút ilyen helyek. De Marbellát szerintem magasról kerüljétek el, mert oda vagy a burzsúlyok mennek, vagy hát aki meg akar halni, vagy nem tudom. Na mindegy, egy szó mint száz, hogy Andalúzia az egy kicsit túl van árazva, élhető, nagyon élhető, főleg családosoknak élhető, akinek egy-két gyereke van, kisgyereke van, most kezd iskolát, vagy akár stb. Ilyen meglátások, tervek vannak. Vagy nem akar szigetre menni, de idős és nyugdíjas, és eladná az ingatlanját, és azzal kalkulál, hogy na azért cserébe akkor valamit odakint, ott lent azon a partszakaszon venni, Torre del Mar, Velez Malaga, Nerha és a környéke, ahol mi voltunk, Axar ki a környék, én így javaslom mindenkinek, szerintem gyereket felnevelni, nyugdíjasként ott megöregedni, meghalni, az az egyik legcsodálatosabb dolog Európán belül. Úgyhogy én mindenkinek teljes szívemből tudom ajánlani, csak mondom, tisztázzuk, drágább, mint akárhol máshol az összes többi partszakasz. A part szerintem, az a part eddig nekem a leggyönyörűbb, meg a legegybefüggőbb homokos tengerpartokat ott láttam, de télen és a téli időszakban kurvára durván szeles, tehát olyan szél van, bazd meg, hogy te ott nem mész sehova. Meg pusztulsz, megfagysz 2-3 hónapig, komolyan mondom, hiába Afrikához vagytok közel, én úgy életemben még nem fáztam, mint ott. Majd rájön, aki ott van, legyetek ott, menjetek el abba az időszakban, már csak kíváncsiság képen is, akkor kell letesztelni Andalúziát, amikor tél van, hogy milyen ott élni.
kurva olcsó is olyankor, hozzáteszem. És akkor is van mit nézni, akkor is lehet kirándulni, de akkor vízbe nem fogsz belemenni. Na de egy szó mint száz, hogy például ugyanabban az időszakban, Alicante-ban, Torrevieján olyan szél van a parton, meg olyan levegő van a parton, hogy pólóba kiülsz, és mintha valami meleg fuvallat, mintha egy hajszárító bazd meg. Tehát, hogy alig van szél, az a pici szél is annyira kellemes, még télen is, hogy ezt mondom, hogy egy kicsit azért becsapós, mert Costa del Sol napos part. De az kurvára nem a napos part, hát jó, 360 napban, meg 330 napban kiégsz, meg kiégsz. Tehát, hogy nyáron azt azért hozzá kell tenni, hogy délen az emberek abban a hitben vannak, hogy jaj, majd nyáron én egész nap kint leszek a beachen, meg a parton, meg a medencében, meg így, meg úgy, meg amúgy közben a valóság az, hogy reggel 10-től este 4-ig, 6-ig te az első két évben a magyar biológiáddal ki fogsz menni a napra, és 10 perc alatt összeesel. Kb. Ez lesz veled. Jó? Tehát, hogy... ja, az ember nagyon be tud nézni dolgokat, nekem két év kellett körülbelül arra szívesként, hogy klimatizálódjak, és konkrétan ki tudjak menni a házból napközben, bármit is csinálni, akár csak egy fél órát, mert máskülönben megpusztulsz. Tehát egy nem véletlenül van siesta, és a Costa del Solon a nap, az van, öcsém. Az van. Úgyhogy az biztos, hogy én azt tudom mondani, hogy nyáron a Costa del Sol nekem nem élvezhető. Pedig én imádom a meleget, nyári gyerek vagyok, nekem az már nagyon sok. Tehát mi általában ilyen 4 után mentünk ki a házból. Addig bennültünk a házba. Reggel 10-től délután 4-ig nyáron krémába ültünk benn a házba. Mert megpusztulsz. Vissza akartam térni még egyébként, hogy szerintem iskolák, meg ilyenek... egészségügyi ellátás, és a többi például lent délen, Costa del Sol pont a sok nyugdíjas miatt, és pont a sok családos miatt szerintem kibaszott minőségi. Az internet már nem annyira. Jó, tehát, hogy körülbelül mi nálunk is a Balatonon az internetnek a lefedettsége, az ország eleve szar lefedettsége, ez képest is szar. Na most ez ugyanúgy van bazd meg délen lenn náluk, hogy lenn Costa del Sol, nekem az internet, ez a legnagyobb ilyen érvágásom volt. De amúgy tényleg, tehát ugye a tartalom miatt, a téma miatt nekem az Mekka. Nem tudok mit csinálni. Nem szeretem a nagyvárosokat, nem szeretem Barcelonát, hogy szeretem Barcelonát, de hogyha ott kéne még laknom egy pár éven keresztül benne a városban, már nekem az már most már utána is teres lenne, hiába egy kurva élhető város. Úgyhogy én ki fogok költözni a városból, minél hamarabb, valami családi házba, kertbe, és a többi, mert ha megyünk vissza, és viszem a kutyát, meg hasonlókat, én nem fogok a... Na, hagyjuk is. Egy szó, mint száz. Hogy én effektíve például azért vagyok Barcelonában, mert nekem a hivatásom, vagy ez, amivel foglalkozok, az nekem ott a Mekka. De haladjunk tovább, akkor ugye délen tartottunk, Malaga és környékén, mert ugye Malaga, Andalúziának a úgymond tartományi fővárosa, egészen Gibraltárig ugye tart. Én azt a szakaszt, azt a régiót senkinek nem ajánlom lakni, megélni. Tehát így Estepónától lefele, felejtsétek el. Ne menjetek arra maximum kirándulni. Jó? Minden rokonotokat vigyétek el Gibraltára, vigyétek fel a hegyre, mutassátok meg nekik a majmokat, és ennyi. Menjetek el onnan a picsába. Mert az nagy, fú, az ott nagyon gáz. Jó? Viszont. Andalúziából például Sevilla irányába, Sevilla fele, Coin, Mihas, Fuengirola, fölötti városok, falvak, Axarquia tartománya, ahol én laktam ott, Arenas, Viñuela, Vélez Málaga, Torredemar, Nerháig. Ilyen. Esküszöm nektek, hogy azt látni kell. Az igazi Andalúzia. Torremolinos, Benalmeda, Malaga is szép. Marbella, Puerto Banos, Estepona is szép, de ezek,
ezeket én úgy hívom, nekem az az együttes szavam erre, hogy a turi. A turi. Értitek? Tehát, hogy ez ugyanúgy vonatkozik egyébként Alicante tartományba is, azokra a településekre, én ott se laknék Alicante-ba, én ott se laknék Benidormba, mert nekem az turi. Tele van turistával, hömpölyögnek az utcán, nem tudsz enni, nem tudsz aludni, nem tudsz parkolni, nem tudsz semmit csinálni. Tehát, hogy ha csak valaki nem ebben a pörgésben imád meg szeret élni, annak én azt gondolom, hogy ez terhes. El kell menni felfele, az autópálya vonala fele, 10 kilométert, 20 kilométert, első falu, második falu, harmadik falu, település, város, mindegy, és ilyen lesz, ilyen. Jó? Persze, nem lesz annyi angol, nem lesz annyi magyar, 80% ember nem fogja érteni, hogy mi a fasz keresete itt, de neked, hidd el nekem, ha Andalúzia, az lesz jó. Granada. Mert hogy miért ne? Mert egyébként Andalúziából másfél óra Granada is, és reptér, meg minden megoldható. Nagyon sokan, fiatalok, diákok, Erasmusszal, bármi, nem tudom, hogy meddig lesz még, de oda mennek. Ilyen, ne féljetek tőle, egy másodpercig se, mert ezt azoknak mondom, akik tényleg így konkrétan diákként mennek oda, és ott kezdenek, stb. Ne legyetek beparázva, hogy az nem Madrid, nem Barcelona, nem izé. Ilyen. Granada, az ilyen. Kurva jó város. Imádom, szeretem, gyönyörű. Az az egyik legnagyobb központja Spanyolországban az egyetemistáknak, az egyetemista buliknak, és itt a ilyen jó, kurva jó hely. Úgyhogy oda is én simán, hogyha valaki nem ragaszkodik a partokhoz, meg a partkörnyéki dolgokhoz, de nem akar végtelen távolságra lenni mondjuk a parton, meg Granadából is másfél alatt nem vagy a Costa del Solon, és közben meg Granadába, meg szinte az év 360 napján tudsz sielni, apukám. Úgyhogy, esküszöm, ha valakinek nem számít a part, jó áron akar élni, jó helyen akar élni Spanyolországban, Granadát is kurvára tudom javasolni, mert nagyon szép hely, ugyanúgy Sevillát is. Az is ilyen. Jó? Na, lépjünk tovább, menjünk tovább arra egy kicsit feljebb, ugye az már Portugáliával határos rész, amit hát a Baszkföld, meg arra fent, tehát ott az északi Spanyolországra gondolok, na most erről én még csak dokumentumfilmeket meg hallottam, meg én nem láttam, állítólag gyönyörű, állítólag ott az időjárás sokkal-sokkal-sokkal jobban hasonlít ahhoz, mint amit mi megszoktunk. Nem csóró egyáltalán ez a környék, szerintem ott is meg lehet ragadni és tapadni, de szigorúan csak annak javaslom, megint csak, mint a valenciás történetnél, aki már jól beszél spanyolul, tudja azt, hogy hova megy, mit vállal, annak javaslom, és annak így biztos, hogy be fog jönni. Mert akárkit hallottam, aki Spanyolországot már megjárta, itt-ott-tam-ott, és utána ott kötött ki, mindenki csak jókat tud róla mondani, úgyhogy én sem fogok más mondani, hanem egész egyszerűen majd, hogyha ott voltam, akkor láttam, akkor elmondom a véleményemet, de nekem a videókról, Magyarorsi Csaba is csinált már arról a régióról videót, főleg most azt hiszem idén. Szerintem szép. Én mondjuk a tengerpartot jobban szeretem, mint az óceánpartot, mert hát az óceánpart azért egy kicsit másabb feeling, maradjunk annyiba, meg hát azért hidegebb is tud lenni, bár ez is ilyen relatív, meg mikor. Na jó, hagyjuk is. Szóval nagyjából ezek a részek vannak, és ugye marad az országnak a közepe Madrid. Amit meg megint csak annak tudok javasolni, vagy azoknak tudok javasolni, akik, hát most vagy diák, vagy ha te már most mondok egy valamit, úgy jössz ki Spanyolországba, hogy jelentkezel állásra, és kapsz valami faszak és kamionos melót, vagy valamit Madridba, akkor biztos, hogy megéri oda menned. Biztos, hogy megéri oda menned, biztos, hogy jól fogod magadat érezni, és biztos, hogy nem fogsz ott maradni, hanem el fogsz költözni majd Spanyolországba valahol máshova. Tehát ugye ezt így egy-egybe elmondom neked, nekem ez a véleményem Madridról, tehát mindenkinek javaslom, akinek biztos a sorsa, és úgy megy oda. Akár diákként, akár munkásként.
De minden szempontot tekintetbe véve azért Madrid, hát akkor lehet, hogy előbb mennék Aragóniába, vagy nem tudom. Na mindegy, egy szó mint száz, hogy én nagyjából a saját megtapasztalásaimból, következtetvén, meg ahol jártam, ezt tudtam elmondani. Talán szerintem az internet lefedettség, a logisztika, az infrastruktúrának a fejlettsége, és így tovább minden tekintetbe véve, az szerintem talán Barcelonában a legjobb, és akkor talán szerintem Andalúziában és Alicantéban lehet talán a legkevésbé mellé nyúlva egy új életet elkezdeni, főleg családdal, és mit tudom én mi, de még egyszer mondom, ahogy kezdtem az elején, hogy ez az ország nem megélhetési ország, ám bár az emberek az egyik legegészségesebbek és a legboldogabbak a világon, akik ott élnek. Meg kell érteni, nagyon kevesen tudják felfogni, mert csak a matematikát látják, nem tudnak viszonyítani, tehát azt látni matekban, hogy ugyanazért a munkáért tudok kapni 3000 eurót Németországban, mint amiért Spanyolországban csak akár 1800 eurót fizetnek, ez matematikailag csak ránézésre egyértelmű lehet. Viszont a gyakorlatban és az életben ez nem így jön össze. Mert amíg máshol feléled azt a pénzt, és az a pénz ér valamit, és azért a pénzért legalább ugyanannyit fogsz dolgozni, mint itthon. Tehát valaki azt azért tudatosítsa már magába, főleg aki már dolgozott Németországban vagy Ausztriában, hogy azt senki ne gondolja, egy másodpercig se, hogy ha elhagyja ezt a tetű országot, az, ahova ő megy megélhetési céllal, ott nem fogják ugyanazt elvárni tőle, hanem többet, hanem, hát mivel egy idegen helyre mész, és be kell, hogy te illeszkedj oda, abba a környezetbe, te kell, hogy alakítsad magadat ahhoz a környezethez, elképzelhető, hogy még azon kívül, amit te megszoktál 16-18 órát, még 20%-ot oda kell basznod magadat, mert külföldön vagy.